és ha százszor is becsapnak, és ezerszer is csalódom abban, kinek szívemet, mint álmából a rózsát kitakartam. Kőrösi Róbert Hajdunánásról érkezett, ő egy Vihar Béla és egy Garai Gábor verse rájt színpadra. A jövő ígéretes gyermekeiért idén 10. alkalommal rendezték meg a Fedorka Sose Volt Versnap országos találkozóját a Szekszárdi Babits Mihály Művelődési Központban. A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Tehetségprogram és a Magyar Versmondók Egyesülete is támogatta. A szavaló verseny Gyarmati Jászmin Magyarország című dallal nyitotta meg. Csizmazia Ferencné szervező elmondta, a verseny célja, hogy lehetőséget nyújtson a találkozásra azon fiatalok és tanáraik számára, akik szeretik az irodalmat és a verseket. Az idei évben már határon túlról is, sőt, tavaly évben is már érkeztek hozzánk határon túlról is jelentkezések. Ugye akkor a pandémia eltörölte annak a lehetőségét, hogy ők ellátogathassanak hozzánk. Ma azonban megérkezett a kolozsvári versenyzőnk is, illetve felvidékről is jöttek hozzánk. Csizmazia Ferencné azt is elmondta, hogy nagyon sok fiatal van, akik évről évre visszajárnak a versenyre, és szép eredményekkel térnek haza. A színvonalas rendezvény reggeltől estig tartott, ahol 4 korcsoportra bontva a 7 évestől egészen a 18 évesig mérhették össze tudásukat, tehetségüket a gyerekek. Azt ösztönzi a verseny, hogy kortárs költő legyen, hiszen nagyon fontos, hogy a kortárs költészet ott legyen a ajkainkon, a szívünkbe, mert hiszen ők, a kortársak felelnek a mai helyzetre. Tehát ugye a régi klasszikus költők fontos emberi pillanatokat fogalmaznak meg, ők pedig a ma életet ugye viszik át, sűrítik egy-egy versben. Az idei versnapra 87 településről 307-en neveztek, ebből 117 gyerek jutott be az országos döntőbe, és közülük 104 gyerek szavalhatta el a választott verseit a zsűrik és a közönség előtt. Valamennyi versenyző minősítő oklevélben részesült, emellé a szombati nap emlékére kaptak könyvekkel, édességekkel teli ajándékcsomagot is.